Már csak ez a játék marad, hogy bemutassam a bosszokat, úgyhogy itt is vagyok a játékba, és akkor nézzük meg. Sokkal több van, mint amire számítanátok. Az első pálya, amire megyünk, az a Kagyló part címet kapta. Pálya vége felé eljuthatunk erre a helyszínre. Ott van egy portál, viszont nekünk föl kell itt úszni, és miután felúszunk, akkor találunk egy másik portált. Ez vezet el minket az első kis minibosshoz. Bluto, az orrszarvú, kívott minket egy vízi csatára. A mi versenyhajónk az ő nukleáris cápa tenger alatt járója ellen. Ha nyerünk, miénk a sárkánytojás, amit őriz, ha vesztünk, egy hónapig mosogathatunk a konyhát. Nem nagy cucc egyébként, de a tojást azt nyerjük el. Sok sikert, csak ne felejtsd, maradj távol az éles fogaitól. Jó, akkor jobb alsó sarokban látszik, hogy akkor mennyi rakétánk van, és hogy mit évők lehetünk. Jó van, ott most már akkor így 4, oda lövök egyet, van így 3, le lehet győzni azokat a rájnokokat, viszont ide kell nekünk bejutni, hogy elkezdjük a boss fightot. A bal alsó sarokban ott van, hogy mennyi életpontja van. Vannak itt dobozok, amiket ő is fogyaszthat, illetve mi is megszerezhetjük belőle a dolgokat. Aztán azt mondjuk meg kell valahogy állítani őt, hogy ne szerezze meg nagyon onnan a dolgokat, mert ő is onnan tud akkor így támadni irántunk, és le tud még menni a víz alá, akkor is követhet minket. Viszont nekünk csak a keresztgombot rajta tartva így körbe tudunk menni, és egy idő után akkor befejezi az üldözést, aztán elindíthatjuk a támadásokat ellene. Utána pedig, hát neki ilyen követős rakétái vannak, szóval el kell hagyni akkor utána azt a területet, ahol elkezdett támadni minket. Több mint 9 is lehet nálunk ebből a rakétákból, szóval nyugodtan lehet gyűjtögetni. Amikor a víz alatt van, akkor viszont nem lehet őt sebezni. Elég gyorsan ki tudjuk lőni a rakétákat, úgyhogy ha eleget összeszedtünk, akkor le tudjuk vinni az életpontját elég gyorsan, ahogy megy egy láda felé. Ez volt az első alkalom, hogy Bluto vesztett. Sárkányok, nagyon tehetségesek vagytok. Remélem a tojás megérte a kalamajkát. Ezek után megyünk a napkelte források világ első ilyen főbosszára, Buzz legyőzése. Itt van Sheila. Mikor meghallottam, hogy a varázslónő támadást szervez ellened, ide siettem, ahogy tudtam, nem kell félned, ennek a nyomi zöld varanynak semmi esélye ellenünk. Na lássuk akkor, mit akar tenni ez a zöld varangy ellenünk, akkor járkálhatunk körbe, ő szalad utánunk, aztán megáll, mi ha megyünk felé, puf, neki megyünk, aztán elugrik. Aztán megint kergetőzik, ő is ellök minket. Mi visszalökjük, aztán löknénk megint, de akkor mellé megyünk, ő lök el. A cél az, hogy le tudjuk őt lökni, meg kell várni, amíg arrébb ugrik, és utána újra meglökni, mert így tudjuk egyszer, hát egy kis idő múlva, akkor hátra teljesen a lávába belelökni, Sheila akkor segít, puf! Ez volt az első támadás, amit bevittünk ellene, utána pedig elkezd így gurulgatni. Elég szűk ívbe, ha forgalózunk, akkor ő nem tud minket eltalálni. Mehetünk újra ellene, megint, és ugrik oldalra, támadunk, ugrik oldalra, és megint lökjük hátra. Ez a cél, amit mi meg tudunk tenni, úgyhogy erre kell figyelni, meg arra, hogy minket nehogy arrébb küldjön, mert akkor nagyon röhög. Nagyon szokott úgy röhögni. Lehet használni még, mindjárt megmutatom melyik trükköt, ezt a trükköt így balra meg jobbra lehet úgy, hát így pörögni a földön, vagy így hasalni, körbefordulni, és akkor azt is lehet használni, hogyha akarjuk. Na gyerünk, jöhet a következő, most már arrébb ugrik, de körülötte, látod azt a tüzet? Na hát akkor ilyenkor mi a teendő? Nem sok mindent tudunk tenni úgy ellene, viszont hogyha mi pörköljük, akkor sem történik semmi. Felugrunk és akkor támadhatjuk, megint egy kis tűz, ugrunk és úgy, ha felé mennénk, az nem segít. Tehát olyankor nem érdemes őt támadni, amikor körülötte tűz van, az nem ér annyi. Támadjuk újra, akkor a következő alkalommal megint tűz körülötte, röhög egy kicsit, és amint elalszik a tűz, már is nyomhatjuk tovább. Elég közel van már ilyenkor ott a lávához, úgyhogy már nincs sok hátra utána. Utoljára már ilyen tűzlabdákat is küld ellenünk, szóval ez még egy újabb támadása itt a végén. Tehát neki megyek, akkor körgyűrű, aztán egy, 2 és 3 tűztámadás, utána megint hátra tudjuk lökni, és akkor mehetünk újra végig. 1, 2 és 3, után pedig megint meglökjük, és ezzel győztük le... Hopp, még nem győztük le, még van egy, jó, még van. Meglökjük, oldalra ugrik, körgyűrű, 1 támadás, 2 és 3, és megint lökhetjük meg. Utoljára nem változik az a mintázat, az a forma, tehát ugyanúgy azzal a tűzköpéssel támad még. Buzz után van még egy ilyen Sparksos pálya, az ollókezűek farmja, itt is van egy boss, az ollókezű király lesz az itteni bosszunk. Na itt lesz akkor, hát nézem csak ezt a bosst, hopp-hó, támad olyan zöld támadásokkal, egyszerre 2-vel, nem használom a különleges támadást, hanem csak szépen. A 2 zöld támadás után, hogyha az ollóját lentebb vettük, akkor rakétákat küld. Na és most van az, amit hát nagyon jól ki kell kerülni, olyan sok tűz csóvát küld ellenünk, szóval egy kis élet kell nekünk, hogy legyen, vagy pedig akkor irányt kell váltani, és akkor kikerülni. Tehát, hogyha onnan abból az irányból lő, akkor gyorsan így ezzel a gyors repüléssel ki tudjuk kerülni. Megyünk a délkert virágba, azon belül is a rémisztő mocsárra. Itt van a hazatérés portálja ebben a mocsárban, kijövünk ide, és itt pedig lesz ott egy sejlás, illetve itt egy nagy kapu, ahol mehetünk a mini boss ellen. Itt pihenged már az álomszuszékom, na hadd nézzem mi a hely. Hoppá, alszik és utána bombázik. Itt vannak nekünk kicsi kis rákok, amik meggyógyíthatják Sparksot, na de utána tud még dobálni ilyen varázslatokat, küldi az aligátorokat. 3-at küld ellenünk, illetve utána pedig újra a bombát dobja, az landol, mi pedig küldjük, vagyis hát megpróbáljuk ellene odalökni, hogy el is találja. Ezek lesznek felváltva, bal alsó sarokba szokásosan az életpontját lehet észrevenni, innen nem nagyon lehet elfújni odáig, szóval hiába, 5, 4, 3, 2, 1, BUM! 1 találat, második találat ellene, aztán küldi megint az aligátorokat, ugyanúgy 3-at, itt van 2 és a harmadik, várjuk a bombát, megint dob egyet, ide landol, kicsit mellénk, tehát mindig úgy be kell pozícionálni magunkat, hogy visszaküldjük, de egyébként ez ennyi, tehát új változat, új támadás, az úgy nincsen ennél, hát olyan álmos, úgyhogy ugyanazokat teszi, amit a legelőször is elkezdett, tehát ebben nincsen sok változtatni való. Ha egy támadást be tudtál vinni, akkor nem sokban változik semmiben a többi, szóval ennyi. Mehetünk akkor Spike arénájára. Taktikai megérzésem azt súgta a varázslónő, várni fog itt rád, szóval idejöttem segíteni. Úgy látszik, a rakétavetőim hatástalanok ellene, de attól még tudok neked segíteni egy kis munícióval. Most nyomás, és pörkölj neki jól oda. Itt van Spike-unk egy hatalmas fegyverrel, megyek, pörkölök, az nem fog nekünk itt segíteni. Hoppá, ahogy jön és támadna. Na de majd ez a kis golyóka, hogyha mozdulatlan, akkor tudunk mi támadni rá. Egyet lő a fegyverével, mi egyet támadunk. Jó, következő, megint oda beszalad kicsit középre, egyet lő, és el tudja találni a muníciót is, és azzal pedig végünk. Szóval egyet lő, utána nyugodtan ott áll, el is találhat minket, akkor viszont mi is veszítünk egy életpontot, ez mondjuk igaz. Ha ugrik, akkor eltűnik a muníció, illetve van ilyen fázis, amikor a szaladgálásunk lesz egy kicsit akadályozva. Ezt fel tudjuk venni, és ezzel pedig neki tudunk sebesíteni egyet. Ha közel megyünk, akkor támadni fog ellenünk, tehát azt úgy kell kihasználni. Ebben a fázisban már többször is lő a fegyverével, innen oda küldjük a nagy tűzokádást, amíg az hat, az csak egy kicsi ideig hat. Ha ő veszi fel, akkor egy olyan nagy támadást tud, egy olyan nagy tűzfalat tud ellenünk indítani. Szóval arra figyeljünk, menjünk most közelebb és támadjunk rá, és utána már csak egy lesz. Dob le még nekünk ilyen csirkét is Sergeant Bird, az őrmester, szóval azt is ki lehet használni. Eddig piros színezetű olyan köpetet kaptunk, most pedig felvehetjük a lilát, az pedig egy ilyen aknát lőhetünk ki. Mindjárt jövök és akkor mutatom, azt mondja itt van, egy akna ott van, szembe vele oda kilőttem, és le is vette egy életpontot. Egy, kettő és hármat szokott mindig lőni, utána meg oda szaladna ehhez az aknához. Egy ilyen kis bomba, amit rá tudunk úgy lőni, tehát azzal kétfajta gömböt tudjuk felvenni, ő is felveheti, de így le tudjuk győzni. És a tojás nevét láttad? Én figyellek! Mehetünk a pókváros pályára, Sparksot hívjuk. Az óriás pókot kell nekünk legyőzni, aki itt pörgőzik nekünk, és küldi ellenünk a sok kis pókot, nekünk pedig hát akkor kell lőni rá, amikor küldi pont ezeket a kicsi pókokat, csak hát ők ugyebár beszedik ezeket a találatokat, tehát ez egy hosszasabb, viszonylag hosszú fight ez viszonylag, mert ahogy pörgőzik és megáll, akkor nem mindegyik találatot tudjuk bevinni neki. Ha középen próbáljuk őt eltalálni, akkor jól eltaláljuk, csak az a helyzet olyankor, hogy akkor pedig a sok kis csatlósát, a kis pókot nem találjuk el, és akkor odáig meg pörögni fog, tehát az akkor egy ilyen hátrány, tehát akkor áll meg a pörgésbe, hogyha a kis pókok már nincsenek jelen, és ezért ez egy ilyen kétélű dolog, viszont hogyha őt legyőztük, akkor már egyből az összes kispók is eltűnik. Megyünk az Éjfény tóba, ott pedig a Fagyott Oltárok című pályára. Valamilyen szinten ez is egy boss fight, itt van nekünk Bentley, és ő az, aki segít nekünk. Üdvözlet, nagyra becsült sárkány, így beszél velünk Spyroval, na ez már igen, menjünk, és akkor nézzük, itt van Berci, azt mondja, hogy a Yeti elvette a labdámat, mondtam neki, hogy adja vissza, vagy pedig szétrugod a fenekét, de nem hallgat rám. Jó, akkor küzdjünk meg vele, egy igazságos, egy tisztességes, egy becsületes, törvényes boxmatchben. Úgyhogy meg tudod csinálni, mutasd meg neki, akkor keresztkör és háromszög, gyerünk, akkor lássuk a támadásokat. Jöhet, első kör, egy perces menet, jobb alsó sarokba a Yeti, bal alsó sarokba pedig mi vagyunk, úgyhogy az az életpont mindenképp nagyobb kell, hogy legyen. Na, kivédi, nehogy kivédje, mi csapunk ide, csapunk védekezés, jó, utána a támadás, tudunk felülre, tudunk alulra támadni, illetve védekezni, ezt tudjuk. Én azt mondom, csak fejre, és akkor nem szabad gyomros, hát az ütközik a szabályzatba, tehát csak felülre, és így le is győztük, ez volt az első kör, tényleg megmutattad neki, hé, várj, ez nem az én labdám, hanem egy tojás. Menj vissza, és győzlen megint, hogy adja vissza a valódi labdát. Ezúttal háromkörös lesz, úgy menjünk. Első kör, na menjünk, aztán támadjunk akkor ellene, hoppá nem oda, hanem úgyni felülre érdemes, mert védekezni azért szerintem kevésbé szokott, vagy lehet az csak az első menetben volt. Az még a baj, hogy amikor ő eltalál minket, akkor megakad a mi támadásunk, tehát olyankor nem megy a támadásunk végbe, viszont szerintem elég úgy, és meg tudjuk azt tenni a legyőzését. Hogyha gyakran felül védekezik, akkor lehet alulra, lehet felülre váltogatni ezeket a támadásokat, attól függően, hogy ő most éppen hogyan érzi ezt a boxmeccset. Próbálni kell arra figyelni, hogy ő hogyan tartja a boxkesztyűjét, mert igazából ha maga mellett van, az a lenti védekezés, ha felemeli, az pedig a fenti védekezés, tehát ez így van eltéve a játékba, szóval erre oda lehet figyelni. Ez azért már egy cseppet nehezebb, ha bár ha letelik az idő, akkor az nyer, azt a kört az nyeri, akinek több életpontja volt. Csak még két menet, remekül csinálod, rendben, és akkor nem megy fel maximumra az életpont, azt láthatjátok, nekem több van, úgyhogy az jó, de wow, hogy beindult, láttad egymás sorzás? Milyen sorzás bevitt, nem adja könnyen magát, lehet a védekezést is alkalmaznom kellene. Én nem gondolom, a legjobb védekezést tudjátok mi? A támadás! Két körön belül így győztük le akkor ezt a miniboszt. Ez nem az én labdám, hanem még egy tojás. hát mi van itt? És akkor kidob minket a játék, tehát a labdája ott maradt örökre, mehetünk a következő bossra, ami a tűzijáték gyáron található. Innen fentről, ha eljutottunk, akkor átglidolok ide, innen pedig glidolok tovább ide, bemegyünk a portálon keresztül, és akkor itt lesznek az ismerős alakok a Spyro 2-ből. Handle. Használnod kell ezt a kombinált képességkaput, hogy legyőzhessd a tüzes sárkányokat. Kapu folyamatos repülést és tűzlabdákat biztosít számodra. Jó, akkor mehetünk. 2 darab sárkány, ez az iker sárkány, bal alsó sarok lila, jobb alsó sarok a vörös, és őket kell legyőznünk. Kicsit előrébb kell céloznunk, mint ahogy ők repülgetnek, és akkor lecsipegetünk úgy a, hát a testéből, vagy a sárkány farkából, talán így lehetne ezt jelezni és mondani. Nagy taktika erre nincsen, az ügyességgel és az odafigyeléssel lehet őket legyőzni. Kiszemelem, én általában úgy szoktam, hogy aki jön, jön, aki nem, nem, és akkor elkezdem őt sebezni. De az a helyzet, hogy tudnak gyógyulni, tehát érdemes azért egyre koncentrálni, kiszemelni akkor az egyiket, és akkor azt akkor követni végig. De a követés az nem mindig hasznos, ugyanis a követésnél az a baj, hogy akkor csak utána megyünk. Érdemes inkább megnézni, hogy ő merre szokott járkálni, hogyan repül, és akkor mindig megpróbálni elé gondolni, hogyha lemegy ezen az alagúton, akkor ezen az alagúton fog feljönni, és akkor már is kezdeni a támadását, akkor, hogy ahogy ő megy. Ha bemegy az egyiken, akkor tudni, hogy hogyan vannak az alagutak összekötve, és akkor már is elé menni, és úgy támadni, mert az biztos, hogy eltalálja. Ha követem, akkor azért hát nem biztos, hogy eltalálja, mert a követéssel azért jóval előtte kell lenni, viszont egyre nehezebb, azért nehezebb, mert egyre kisebb a sárkány, és hát el kell találni. Ha csak egy ilyen kis fej van, akkor nyilván nem olyan nehéz, közelebb tudunk repülni, de tényleg a célunk az, hogy jól megtanuljuk, hogy milyen a mozgás kultúrájuk, merre repülnek, és utána le tudom győzni. Elvileg itt fog kirepülni, eltaláltam az utat, ja nem, még oda berepült a másikba, a kék mellett van, és ilyenkor a kék úgy bevédi a támadásokat, ez a baj, úgyhogy már csak a fej van, lement szerintem oda, és itt fog följönni, most már csak a két támadásom között át tudott jutni. Hát ez eléggé ilyen lassú, ez az ilyen boss fight, de azért nagyon úgy sebezni minket úgy nem tudnak, ez itt egy ilyen nyugis, viszonylag nyugis boss fight, annyiban bosszantó, hogy nem nagyon lehet ezt így gyorsítani. Én szerintem, én ezt a taktikát tudom, elmondtam minden tippet és trükköt, és hát így legyőztem az egyiket, most pedig a másikra koncentrálva legyőzöm a másikat. Ennyi. Következő bosszunk perzselő verme, vagyis Scorch. Ez lehet az utolsó esélyünk, Spyro a varázslónő. Ezzel a szörnyel tervez minden ellene lázadót elpusztítani, kettőnkkel kezdve. Szóval nincs vesztegetni való időnk, egy csata vár ránk. Megpróbálok neked segíteni, amennyire csak tudok, és folyamatos ellátmányt biztosítani. Köszönjük szépen, Bentley! Jöhet akkor perzselőnek a verme, védőpajzs körülötte, aztán támadás, itt van akkor nekünk egy tojás, hoppá, még egy tojás, és aztán egy darab ilyen kis robbanóka, akkor tudjuk mi lőni őt, csak az a baj, hogy mindig, vagyis hát, hogy, na hát azért elég gyakran látottátok, az a helyzet, hogy utána lövi, utána vannak a lövések, amiket bevihetünk, ezzel a zölddel pedig az már valami. Azt Bentley adja, tehát látjátok, itt van Bentley adja, 1 per 10, akkor tudjuk támadni és bevinni a támadást, amikor nincs rajta az a védő, mert az követi őt, a piros lövés pedig, hát az nem őt követi igazából, hanem azzal úgy sorozni tudjuk, kevesebb sebzést visz le, viszont ha elég közel vagyunk, akkor azzal is lehetünk hatékonyak, de csak ott nagyon kevés ideig, én azt érzem, hogy az kevés ideig. Azzal pedig, hogy én most úgy becélozzam, és akkor úgy, azt nem tudom azt megtenni. Tehát inkább ott mögötte kellene menni, hogy akkor jó legyen az az ív, ahol én ott küldöm felé ezeket a kis tűzi játékokat, talán ezt lehetne akkor így nevezni. Bentley, hogy miket ad, az pedig egy jó kérdés. Mindig próbál ellátmányt adni, védekezni, de igazából ez ennyibe merül ki. Látjátok, hogy úgy szinte mögé mennek a támadások. Jövök ide, hogyha ebbe az irányba repülne, és akkor itt, ha elég közel, talán akkor valamennyire el tudjuk találni a végén. A cél, hogy akkor bevigyünk elegendő sebzést, és akkor kész. Mehetünk a tengeri csillag zátonyra, Sparks következik. Na akkor nézzük az itteni boss fightot, küldi ránk a támadásokat, és az a baj a támadásokkal, hogy azt nem lehet nekünk eltalálni, hanem tényleg ki kell kerülni azokat a bombákat, vagy pedig hát eltalál minket, és akkor ő győzedelmeskedett. De nem használok speciális támadásokat, csak a simákat, amiket hozhatok, és így is legyőzhetem. Ha feléig lemegy az életpontja, akkor változik kettő kis rájává, és akkor már az ő támadásait, akkor már el lehet pusztítani, tehát akkor úgy igazából tudunk védekezni, és akkor úgy le tudjuk győzni. A nagyobbak, vagy hát így a közepes méretűeket kell nekünk akkor eltalálni, és utána így tudjuk befejezni ezt a boss fightot. Jöhet a varázslónő. 9-es ügynök van itt nekünk, aki segít majd a varázslónő ellen. Küld 3 darab kék gömböt onnan, az ami kék támadása, van a piros vagy narancsárga támadása, ez egy tűzgolyó, és az pedig pontosan ránk akarja célozni. Utána elkezd utánunk szaladni, és a zöld támadása pedig az, hogy akkor úgy ránk csap. Na várjuk, hoppá, na hát ez most nem jókor ugortam rá, ez egy az egybe az én hibám volt. Látszik, hogy hol van így a hologram, nézzük akkor a támadását, jó, akkor jön ez a kék, oké, most már jöhetek szerint, vagy várj, megint a kék támadás, 1, 2, 3, most már jövök és ráugrok, és akkor indítom a támadásokat, le kell ugorni róla, mert odaszalad, láttad, hogy odaszaladt, és közben lehet gyógyítani azért Sparksot, így magunkat, mert küldenek le és engednek le még olyan bárányokat, amiből pillangókat szerzünk, és gyógyulhatunk. Utána pedig figyelni kell, hogy hol jön le ez az ágyugolyós kis segítség, és utána ezt használjuk ki. Támadás, hoppá, elmenekülget, várjál akkor lentebb, és jól kellene célozni, vagy leugorni. Az a baj, az a tűzlabda, az nyomkövetés, vagy hát hogy is mondhatnám, hőkövetés, ez pedig elég messzire, hát ez nem hiszem, hamar le kell ugorni, szóval már kihasználja azt, hogy messze elszaladt, de már egyre több ilyet tesz le a játék nekünk. Na várjunk csak, nézzük odáig, jó, aztán úgy futhatunk. Nézzük most merre dobódott le. Mehetünk egyébként felé is, illetve most már jönnek ilyen másfajta kis tankok, tehát lehet úgy azért mozogni azzal a fajta tankkal, amit az előbb kaptam, a másikkal csak mozgatni lehet, hogy milyen messze küldjük azokat a támadásokat, tehát egy idő után így a második fázis kapunk 10 darab lövedéket. Ha egyszer eltaláljuk, akkor ő hátrahőkölt, tehát úgy kábítja egy kicsit, és akkor úgy megáll, szóval utána lehet még sorozni azzal a 10 darab támadással. Jó, amikor lement az életpontja utána, akkor már kevesebb, mint a felénél vagyunk, úgy látszik. Jönnek az újabb fajta tankok, vagy hát ezek már ilyen légdeszkák, vagy hogy lehetne hívni, ilyen levegők. Ez a harmadik típusa a támadásnak, amit mi bevihetünk. Sejtett, most már látjátok, mennyi kék gömböt szórat ránk így felénk, sokkal többet. A tűzlabdából, abból még hála az égnek csak egy szokott jönni, amikor mi így felszállhatunk erre, és elég közel van, akkor ránk csap, egyébként pedig úgy kell repülgetni, hogy akkor el tudjuk találni, ugyanaz a cél. El lehet vele amúgy szórakozni, csak mindig tűzlabdákat küld, szóval vigyázni kell, így oldalasan kell akkor a tűzlabdák ellen úgy védekezni, de egyébként elkergeteizhetünk úgy ellene, de a tűzlabdáknál tényleg az a cél, és akkor ráfordulunk egy kicsit felé, és akkor hát meg kell próbálni úgy irányítani akkor a támadást, hogy az megfelelő legyen, és utána pum! Hoppá! Na mi történt? Hát ez ennyi. És a tojás! Jól van! Hoppá, hopp, még nincs vége? Na mi történt? Csak megérkezett még? Van még boss a robot bogár gyáron, úgyhogy menjünk Sparks-al. Jó, itt vagyunk, ahol már úgy bejöttem, azt számítottam, hogy akkor itt lesz az aréna. Jó, az arénába pedig egy ilyen 100 lábú robot bogár, figyeld, hogy mászkál. Na, ezzel nem akarnánk találkozni, én úgy gondolom, semmelyikünk. Ott el kell kezdeni csépelni, ott szerintem hátul, és akkor ketté esik, küldi az ilyen rakétákat felénk, és nagyon agresszívan járkálgat még. Látszik, hogy melyik pontja kezd így vörösödni, és akkor ott gondolom akkor már esik szétfelé. Ott ugye a fejét talán nem érdemes, hanem inkább a végét érdemes sebezni, és akkor úgy fog elfogyni, kb. Mint az ikersárkányok. Tehát arra hasonlít nekem ez a csata, csak itt Sparks-al, na várjál, már csak az maradt éppen, ott a végén egy darab kis gombóc, annyi, és akkor már csak ő maradt. Jó, egy végső kis támadás, és ezzel le is győztük. Mert mondjuk a Super Bonus Roundba, ez a Super Bonus pálya, ahol hát tudjátok a 100%-os végigjátszás során, hogy nyitottam ki a kaput, és akkor itt van a végső varázsló nős boss fight. Bianca mondja, nem tudom, hogyan csinálta Spyro, de a varázslónő valahogy túlélte. Azóta itt van, és gyűjti a varázs erejét, hogy elpusztítson téged. A legyőzéséhez használd a repülő csészealjam, rávarázsoltam pár igét, amitől extra tűzereje és végtelen repülési ideje lett, de a többi rajtad áll. Sokáig eljutott a Spyro, ez már biztos menni fog. Úgyhogy menjünk is, és tegyük meg. Ott a varázslónő menekül, előlünk egy hasonló csészealjon, nekünk elé kell célozni. Hasonló, mint a Riptaus boss fight, ő megfordul és akkor támad minket, szóval arra kell nekünk figyelni. Magasabb fokozaton is tud menni, és akkor fentebb kell nekünk jutni, de egyébként hát szerintem egyszerűbb ez a boss fight, főleg azután, miután már Riptót legyőztük, tehát ahhoz képest úgy nem olyan nagy extra, ennyi támadása van, amikor úgy megfordul felénk, és akkor látszik, hogy tölti a, hát úgy feltölt egy olyan varázslatot, és akkor küldi azt ellenünk, azt kell nekünk kikerülni, de egyébként elég erős és elég gyors a mi csészealjunk, úgyhogy le tudjuk győzni, elég, hát úgy viszonylag gyorsan. Jó, miután legyőztük, akkor puff, le, és most már megint elmerül. Na most utoljára merült el, vagy nem? Azt nem tudni, viszont ez az utolsó tojás, amiben igazából 2 darab kis sárkány volt, úgyhogy a boss fightok megvannak. Spyro 1, 2, 3, mind a 3. Milyen boss fightok, vagy milyen Spyro-s videók jöhetnének? Arra lennék én kíváncsi, úgyhogy hozzászólásba tegyétek le, és találkozunk legközelebb.